Jól van, azt hiszem sikerült felcsatlakozni. Szimuláció elindítva. Üdv! Isten hozott a tökéletes waifu randi szimulátorában. Ez tényleg az, aminek látszik? Ez a waifuk világa? Egek már megint kezdi. Igen, a waifuk világában vagy. Itt waifuk vannak? Igen. És te ki vagy? A kalauzod, waifubot. Te egy waifu vagy? Ez most szórakozik. Elkezdhetnénk végre! Ó, persze. Mint azt tudod, ebben a kétés világban alkalmad lesz megismerni minket. Különböző waifu fajták állnak majd rendelkezésedre, és a személyiséged, elvárásaid, illetve tetteid alapján választjuk majd ki a leginkább hozzád illőt. Ez egy valóra vált álom! Vannak kérdéseid a világunkkal kapcsolatban? Igen, szóval csak úgy kíváncsiságból, lehetséges szexuális aktust végrehajtani itt? Igen, szóval tudod, csak úgy, ha lenne egy ismerősöm, aki... Miért kezdik mindig ezzel? Igen! Lehetséges szexuális aktust végrehajtani a két dísz világban. Értem. És a jobb kezedet is szabad használni. Szerintem ezt magamtól is tudtam. Bármilyen más fontos kérdés. Igen, nos, szociálisan elfogadott azt kérni egy waifutól, hogy taposson meg. Na jó, inkább kezdjük el. Lássuk a profilod. Oké. Az előzményeid alapján látom, hogy azokra buksz, akik az elején gorombák veled, majd mégis megnyílnak. Kezdjük innen. Bemutatom Tsundere-csánt. Ő egy Tsundere? Ó, egek! Szia! Jó megismerni téged! Szia! Hogy érzed magad ma? Minden rendben, köszi! Na várjunk, nem kéne undoknak lennie? Undok? Mint amikor azt mondom, soha se járnék egy olyan lúzerrel, aki animét néz és kockul, vagy aki semmire se fog menni a szomorú és hitvány életében. Oké, ez undok volt! Nagyon undok! Nem kéne ennyire gonosznak lennie, ez nem cuki! Ahó! Te megütöttél! Ez gecire fáj! Nesze neked, te idióta! Baszódj meg! Földagadt a szemem! Miért csináltad ezt? Nem azért, mert tetszel vagy ilyesmi! Mégis mi a fasz bajod van neked? Nem ezt remélted? Tudod mit? Hadd kérjek valami konkrétat. Rendben. Mi lenne mondjuk, ha... Vannak macskanőitek? Igen, vannak. Oké, ezt már szeretem! Ez mi a szar? Azt mondtad, hogy macskanőt szeretnél. De nem egy nőstény macskára gondoltam. Macskás nőt akarok. Ó, azonnal kijavítom. Te most csak megváltoztattad a macska kinézetét. Igen, miért? Mi a gond? Így még mindig macska. Miért akarnék megdugni egy állatot? Miért akarnál megdugni egy állatra hajazó lányt? Hát mert én... Kussolj, Ribi. Oké, hát ha az állatok nem jók, akkor talán majd ez. Ez meg mi a faszom? Egy hajó, úgy tudom, szereted őket. Oké, elég! Nem foghatsz meg random dolgokat, hogy aztán anime lányt csinálj belőlük és waifunak hívd őket. Hát na bazd meg! Szia, Örcsán vagyok. Ó, tudsz beszélni. Kisé, fiatalnak tűnsz nekem, Örcsán. Hékás, 4,5 milliárd éves vagyok, tudod? Szóval ezzel azt akarod mondani, hogy... Nem számít pedofíliának? Ó, egek. Jó lesz? Tudod mit? Csak dobj be valakit random. Szia, Rem vagyok. Részemről a szerencse. Bocsi, kicsoda? Mondd még egyszer. Nem, csak nem hallottam jól a neved. Gyerünk, bök csak ki végre. Azt hiszed, nem rúghatom szét a segged? Megöllek téged, te gecis faszkalap! Oké, úgy tűnik, hogy az előző lány megöli az embereket egy láncfűrésszel. Milyen érdekes. Ki volt az? Mi is volt a neve? Lehúgy azok a seggedbe! Azt a kurva! Krónikus fájdalmak sújtják a hátamat. Fogalmam sincs miért. És mégis mire vagy képes? Hát lássuk. Mondjuk erre. Hát, ez nem nagy szám. Nem mondtam, hogy állj meg! Eszméletlenül szeretem a robbanásokat! Jaj, de kis aranyos vagy! Mert egy terrorista vagyok! Hát ezt nem hiszem el! És te ki vagy? Mónika. Csak Mónika. Mi volt ez? Mire gondolsz? Kérlek, mondd, hogy te normális vagy! Igen, hát persze. Miért? Oké, nem csak azért, mert az előző lány, akivel beszéltem, rohadtul rémisztő volt!
Csak nem rám céloztál. Na, kurva, anyádat már! Oké, ebből elég, álljunk le! Nos, megtaláltad? Igen. Te vagy az. Hogyan? Én vagyok az utolsó, aki erre számított. De te valóságosabb vagy, mint az összes többi. Senki sem mondott még nekem ilyet. Miért nem? Figyelj, én itt csak egy kalauz vagyok. Párokat hozok össze. Nekem nem jár. Nekem ez nem számít. Te engem választanál a többiek helyett? Igen, persze. Hát, ha tényleg ezt akarod, akkor én kihagynám, köszi. Na várjunk, te most visszautasítasz? Nos, úgy 3 perc ismerkedtünk meg, szóval... De mégis, hogyan utasíthatsz vissza? Te egy waifu vagy. Azt mondtad, hogy azt választok, akit akarok. És hogy a program megtalálja számomra az ideálisat. Ó, egek! Mégis miből gondoltad, hogy neked fogunk partnert keresni? Mi van? Azt hiszed, te vagy az egyetlen ebben a szimulációban? Na várjunk! Azt akarod mondani, hogy... Tudod, nem csak veled állunk kapcsolatban, ám. Sok hozzád hasonló srác van ebben a világban. Sok járható út. Én nem értem. Hogy lehetnek itt más emberek is? Azt hittem, én vagyok az egyetlen. Szánalmas vagy, ugye tudod? Ez a mi randi szimulátorunk. Mi játszunk veletek. Mi keressük a párunkat. Nem esetleg? Nem ti választotok minket? Mi választunk ki? Titeket? De ennek... Ennek nem így kéne működnie. Nem ezért jöttem. Megbocsáss. Mégis mit jelent az, hogy jöttél? Hazudsz. Ez nem lehet valóságos. Nyilván nem. Te nem létezel valójában. Én tudom, hogy te nem vagy valós. Nem létezel. A waifuk nem léteznek. Létezni? Szerinted nem létezünk? Asa desu yo. Okite kudasai. Ne, okite tte ba. A popsztárjaitok, a lelkitársaitok, a kabaláitok lettünk. Randizhatsz velünk, és akár magadévá is tehetsz. Az érzéseitek, a társaságotok, a vágyaitok célpontjai vagyunk. Ugyan megpróbáltatok a ti világotokba telepíteni minket, de valóságosság hiányában végül ti jöttetek hozzánk, hogy találkozhassatok velünk, na meg egymással. És titokban akkor is a mi arcunk mögött rejtőztetek. Létezni. Sosem küzdöttünk a létezésért. Ti hoztatok létre. Csak idő kérdése volt, hogy átvegyük az uralmat. De ez túlságosan is furcsa. Ez csak egy játék volt. Soha nem süllyednénk idáig. Ez szomorú és szánalmas. Jaj, de cuki. Elítéled azok vágyait, akik csak egy fantázia világban akarnak élni? Legyünk őszinték. Ha lehetőséged lenne arra, hogy bekerülj a képzeleted világába, egy világba, mely tökéletes és ahová elmenekülhetsz, elutasítanád? Persze nem is minket akartatok valóssá tenni. Csupán a romantikus vágyaitokat. El akarok menni. El akarom hagyni ezt a helyet. Állítsd le! Vége a szimulációnak! A mi világunkban vagy, Butuska. Mi hozzuk a szabályokat. Itt fogsz maradni, mert azt akarjuk. Ezt nem teheted! Itt tartasz engem, mint valami játékszert. Mint egy személyes használati tárgyat. Csak azért, hogy szeretve érezd magad. Egy szikrányi bűntudatod sincsen. Mégis miért lenne bűntudatom? Végtére is. Te csupán egy 3D-s fiú vagy. Nem is létezel. Oké, srácok, azt hiszem, hogy mindannyian leszűrhettük ebből a tanulságot. A waifuk veszélyesek. Tényleg, írjátok meg kommentben, hogy ki a ti kedvenc waifutok. Nos, ami engem illet, én inkább a valódi embereket szeretem. Erit! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk a következőben. És ne feledjétek, legyen életetek, ne waifutok!